Sweet. Sweet. Sziasztok! Ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik velem vannak... Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Pifko Krisztián, alias Mujó. És Krisztiánnál újabb upgrade történt. Nincs zaj, nincs sistergés, csak a tiszta, csilingelő hang. Örüljünk neki. Köszönjük! Yes! Miről beszélgessünk? Volt egy érdekes szösszenet, amit találtam nemrég az NBC News-nak a hírportálján, az pedig egy főnökről, illetve az ő munkahelyéről szólt, ahol is fölfogta, hogy mi az érdeke az egész történetnek, illetve hogy neki ebből mi előnye származik, és mivel ő is aktív dohányos volt 40 évig, úgy döntött, hogy hogyha neki sikerült, akkor a kollégákat is bevonja ebbe a körbe, és említsük meg a nevét, ő Cheryl Dooley, aki Tulsában, Oklahomában cégvezető, és minden kollégáját egy $100 utalvánnyal támogatta. Szám szerint 28. 28 kollega, tehát az durván 2800-3000 dollárjába került a történet, és ezért a pénzért mindenkit felszereltek eszközökkel, és az ehhez szükséges dolgokkal. Mert hogy ő azt mondta, hogy attól függetlenül, hogy ugye a dohányos az mit csinál, 40-45 percenként már lábrázása van az embernek, és mennie kell cigizni ki. Így van. Ő azt mondta, hogy szerinte termelékenyebbek az emberek, hogyha megadja nekik a lehetőséget, amellett, hogy még egészségesebb alternatívát is nyújt nekik a dohányzás helyett. És itt írja példaként, hogy azóta a kollégák attól függetlenül, hogy a szünetet megtarthatják, ők ott vannak bent a helyükön, ott szívják az elektromos cigarettát, és azóta mindenki termelékenyebb, illetve ezt ő érzi a betegbiztosításon is, mert azóta kevesebb kolléga jelent beteget. Picit járjuk körbe ezt a történetet, mert ebben szerintem egyébként több van, mint amit gondolunk. Egyrészt ugye a kedvenc veszőparipánk az, hogy ingyen ne adjunk senkinek kezdőkészletet. Lehet, hogy ez most így hülyén hangzik elsőre, De tehát figyelj ide, Krisztián, volt egyesületi kezdeményezés válts elektromosra címe. 10 ember kapott ingyen kezdőszettet és e-liquidet. A 10 emberből 3 köszönte meg, és 1 se írt utána vissza, holott annyi dolga lett volna, hogy 30 nap után leírja a tapasztalatait. Tehát erről ennyit. Annak idején Inkvivel nagy videónyilvánossággal, hangouton megosztva, behívva az úriembert, akinek összehajított az Inkvi a Duda egy kezdőkészletet, követve Inkvi segítségével, stb. Tehát egy nagyon jó dokumentált család volt, asszony, ember, és 3 hét után újra dohányozta. Tehát ha nincs értéke annak, amit kapsz, ez pontosan olyan, mint az afrikai éhezőnek ételt adni. Nem ételt kell neki adni, hanem azt kell biztosítani, hogy meg tudja termelni magának a szükségleteit. Ja. Tehát ez az egyszerű történet, amit még azért így jó bele látni ebbe az egészbe. Az nyilván más, hogyha a főnök adja ezt a munkahelyen, és ahogy nézem egyébként a cikkből, és az derül, hogy nem igazán kényszerített erre senkit. Nem. És ugye azt is mondták, hogy hát eddig a kollégáknak ugye biztosítva volt a dohány szünet, illetve hát a pihenőidő, és nekik ott kint dohányzó hely volt, ami most, hogy mindenki átállt
az elektromos cigarettára az úgy szépen lassan kihalt, vagy hogy is mondjam, funkcióját vesztette maximum, levegőzni mennek most már oda ki Kicsit a olyan lehet, kollégák. Mint a ronda karácsonyi pulóver, hogy így, hogy a főnök adja, és ott vagy a szeme előtt nap, mint nap, azért egy kicsit jobban vagy motivált arra, hogy megpróbálj együtt De Krisztián, élni a történettel. Gondolj bele, hogy egyébként is a munkahelyen önmagában a dohányzás, az most már ugye egyszer van egy társadalmi üldöztetés a dohányos nyakában, hogy nem gyújthat rá bárhol. Szegeden például komolyan körbe kell nézni, mert meg van szabva, hogy a busz megállótól 5 méter, az iskolától 30 méter, tehát ott komolyan tájékozódnod kell, hogyha te dohányzó, ugye én voltam dohányos, akkor már meg volt ez a rendelet, mielőtt abba hagytam, körbe kellett néznem, hogy mi hány méterre van, mert lehet, hogy a következő pillanatban csattan a bilincs a kezemen, és elvisz a közterület felügyelő. Hát ez nem csak Szeged, ez így van az egész országban. De nem tudom, szerintem nálunk az elsők között vezették egyébként be, úgyhogy még a város tábla után ki is van rakva egy tábla, hogy hol és milyen körzetben nem szabad dohányozni a városban. Lényegtelen, tehát az a lényeg, hogy ugye egyrészt üldöztetve van a társadalmi megkülönböztetés révén, másrészt azért egy munkahely, most már valljuk be, mai napság azért nagy kincs. Tehát valaki azért nem fog elveszteni, nem akarja elveszteni a munkahelyét, mert ő dohányzik. Vagy ha ezért képes elveszteni, akkor nem, nincs is igazán rá szüksége. Ez pedig egy rettentő jó alternatíva. Segít a munkáltató, segít a munkavállaló, szerintem abszolút humánus. Minden kis vállalkozónak most ajánljuk, hogy egy 20 000 forintból ugyanezt a gesztust megtehetné. Hát, de nálunk Magyarországon az lesz, hogy a nem dohányzók besírnak, hogy ők miért nem kapnak alternatív meglepetést. Úgyhogy nekik meg akkor nem tudom, egy nagy doboz bombom vagy valami. Nekik az az alternatív meglepetés, amit el is mondanak a cikkben, hogy nem, azóta, ez büdös a azóta nincsenek büdös kollégák. Hát ugye most nem az, hogy testszagú, hanem az a cigarettabűz, amit dohányzásból visszajössz. Egyenrangúvá válnak munkavégzés szempontjából. Nincs már kire mutogatni. De az hát azt mondják konkrétan, hogy ők ezzel váltak egyenrangúvá, hogy vépelnek, és azzal, hogy ő hagyja őket az asztalnál vépelni, az elején egy kicsit fura volt a többieknek, de rájöttek, hogy ez csak egy megtévesztő dolog, hogy gőz, és mégis jó illata van. Tehát csak ez volt nekik fura, de a nem dohányzók is megszokták már, és pont itt írta is a cikkben, hogy ezzel egészségbiztos, hogy az egészségügyi terv, vagy egészségbiztosítási kiadások tervét, tehát a kiadását is megspórolta, illetve volt nekik egy kérdőív, és ugye ott volt egy ilyen, hogy ön használ-e dohányterméket, és egyértelműen azt jelölték be, hogy nem. Az FDA ugye azt mondta, hogy az a nikotinos folyadék, juice, amit beletöltenek a cigaretta patronba, az számukra egyenértékű a dohánnyal. Erre pedig azt mondta a cégnek az illetékese, hogy már pedig ők technikailag nem dohányzók. És ennyi. Csuda szép. Ez így, ez tényleg annyira szép lenne, hogy hihetetlen. Tehát várjuk azt a magyar vállalkozót, aki először erre áldozni fog. Itt egy ingyenes cégreklám. Biztos vagyok benne, hogy az összes e-cigarettával foglalkozó közösségi oldal fölkapja a hírt, hogyha ez egyszer megvalósul. Köszönjük szépen előre is ismeretlenül annak, aki ezt először meg fogja valósítani nálunk. Ugorjunk. Én jövök. Igen. Jaj, ez még így kifejlődő félben van, nagyon nincsen kitalálva, de elkezdett fölröppenni, hogy május 31-én lesz ugye a Nemzetközi Dohányfüstmentes Nap, és hogy ennek apropóján kellene tartani egy európai szabadvépelős napot, ami arról szólna, hogy mindannyian büszkén fölvállaljuk, bármerre is járunk, hogy véperek vagyunk, és egyúttal csesztetjük a szembejövő embereket, hogy
álljanak mellénk és támogassák az F-t. Spanyolországban nagyon szépen fölívelőben van, és pont a minap sikerült beszélgetni a más országok beli F-is szervezőkkel, hogy ezt nagyon meg akarjuk lovagolni, úgyhogy valamilyen május 31-i büszke vépelős írd alá az F-is hepát kellene tartani. De majd meg ez fog csiszolódni, és akkor... De május 31 az nagyon itt van, Krisztián. Tudom, az jövő hét vége, igen. Az jövő hét szombat, igen. Igen, én is tegnap előtt tudtam meg ezt az elképzelést, úgyhogy nekem is újdonság az ötlet. De valami nagyon itt van. Belőle. Hát, ugye egyrészt az F-t úgy tudjuk leginkább támogatni, hogyha nagy fesztiválokra be tudunk valahogy jutni. Nem azt gondolom, hogy tömegesen, de például mi itt Szegeden két fesztivált már letudtunk magunknak. Az azt jelenti, hogy mind a két fesztiválon lesz egy-egy F-vis asztal 2-3 emberrel. Az egyiket az Dobi kollégánknak köszönhetjük, a másikat az én ismerősömnek. Nem kell soknak lenni. A 2-3 ember elég, kiállnak, valószínűleg az egyiken olyan 20-30 ezer látogató várható, a másikon egy 6-7 ezer. Hogyha ebből csak pár száz embert tudunk megszólítani, az sem kevés. Valószínű, hogy mindenkinek, akivel csak találkozunk a Dudusféle névjegykártya alakú szórólapot fogjuk osztogatni, illetve ott egy tabletten azonnal alá lehet írni. Tehát azért, tehát a múltkori adásban beszéltünk az androidos applikációról, az erre tökéletes, gyerekek. Fogsz egy tablettet, nincs papír, nem érzi azt az ember, most adtam magamból egy darabot, és akkor mire fogják felhasználni, lehet, hogy elhalványul, és alatt a végrendeletem van. Nem tudom én mi, ez egy elektronikus regisztráció, ott kitölti pikpak, és kész, ennyi. Nem kell vele többet foglalkozni. Ha van két vagy három tablet, akkor meg lehet darálni az embereket. Arról nem is beszélve, hogy például, aki emlékszik rá, volt nekünk egy ilyen grillfesztiválos megjelenésünk a Budapesten, a Dunaparton. Igen, Fröccsés grillfesztivál, ugye ez egy háromnapos megmozdulás volt. Gyerekek, 140 aláírást gyűjtöttünk össze a három nap alatt úgy, hogy két nagyon csinos, nagyon kedves kislány három napig járkált ezen a fesztiválon, ahol egy 60 ezres tömeg volt jelen. A 120 aláírásból írd és mond 20-at lehetett földolgozni, mert valid lett az e-mail címe, olvasható volt a neve, és egyáltalán föl tudtuk dolgozni. Tehát rettentő módon megkönnyíti mindenkinek a dolgát az, hogyha ott ezzel az androidos appal dolgozik, és nem egy papír alapú valamit, nem biztos, hogy utána föl tud vinni. És hogyha egy betűt, azt mindenki tudja, hogy egy betűt, egy számot elütsz egy személyi adatban, akkor az már invalid lesz. Tehát ne érjen minket nagy meglepetés, nyilván így is el lehet ütni, de kisebb az esélye. És ez nagyon-nagyon életszerű probléma, pont a pár napja írt egy angol bolt, aki Angliában gyűjtögeti az aláírásokat, hogy mit kezdjen azokkal az aláírásokkal, ahol monogrammat adnak meg névhelyet, lefelejtik a házszámot, meg ilyeneket, mert hogy Angliában lakcímet kérnek a személyi azonosító szám helyett, és hogy hát igen, ezek olyanok, amivel nem tudsz mit kezdeni, az úgy nem jó. Így van. Tehát itt a validitásra is rettentően oda kell figyelni. Szerintem legalább egy 5%-kal túl kell, hogy lépjük a kötelező aláírás számot ahhoz, hogy a valid aláírások meglegyenek létszámban. De mindenkinek ajánlom, Pesten, vidéken, itt jön a nyár, augusztus lesz a főszezon, még szeptember elején is rengeteg fesztivál lesz országszerte. Nem kell semmi, gyerekek. Egy darab műanyag asztal, az Egyesület elkezdi nyomtatni a szórólapokat. Most szólok, hogy kiment a boltosoknak, a forgalmazóknak a levél. Mindenkit nagyon szépen kérek, adja le a létszámot, hogy mennyi szórólapra tart igényt, mert úgy fogunk gyártatni 30, 40, 50 vagy 60 ezer darabot ezekből a szórólapokból, és hozzá lehet tenni minden egyes csomaghoz. Ha nem kapta meg a levelét, vagy a spambe került bele,
akkor írjon az egyesület oldalán, az egyesület címére egy e-mailt, hogy ennyit kér belőle. Isten bizony, 2 héten belül, ha mindenki leadta az igényét, leszállítjuk, futára elküldjük. Erre mindenféleképpen azt gondolom, egyetlen egy célunk van az idén, elérni az FV aláírás mennyiséget. Pont. Többi nem érdekes. De ha már így megemlítetted a boltokat, akkor én ugranék egyet itt a témák között, mert hogy pont ebbe a témába akartam mondani, hogy nagyon fontos azt szerintem, hogy ne érezzük cikinek, hogy megkérjük az embereket. Tehát nem tudom, hogy ez az apátia miért van, hogy nem érzik az emberek, hogy jön a szar, már a szomszédban van, és legkésőbb 2016-ban itt lesz, és kurva rossz lesz nekünk. És a legérdekesebb, hogy találkozom boltosokkal, akik megkérdezik, hogy ez most az EU szabályozás, ez nekünk jó, ugye? Meg ehhez hasonló történet. Ja, meg hát úgy is be van tiltva. Ja. Találkozom vaperekkel, akik aláírták az EFIT, de a barátnőjük nem. Meg ilyen elképesztő dolgokkal találkozni mindenhol. Tehát ne érezzük ezt cikinek, rokonokkal, mindenkivel írassuk alá. Nagyon-nagyon-nagyon sok minden múlik rajta. Lehet, hogy aztán az EU le fogja söpörni az egészet, meg minden az asztalról mondván, hogy köszrácok, hogy ezt összegyűjtött, tehát ne is gondoljunk ebbe bele. Tehát lehet, hogy nem lesz ennek egy fáklyás menet a vége, de meg kell tennünk mindent, mert rohadtul nincsen más esélyünk. Ha hagyjuk, hogy lenyomják a torkunkon azt a sok szart, amit kitaláltak Brüsszelbe az elmúlt 1,5 év alatt, akkor nagyon cudar idők jönnek. Az a baj, hogyha nem tesszük meg, nem, soha nem lesz többet hivatkozási alapunk. Igen. Tehát ebbe gondoljon bele mindenki. Nem lesz mire hivatkozni. Tehát egy rakás szar leszünk, tehetetlen rakás szar leszünk, hogyha nem tudjuk ezt összehozni. Hozzuk össze. Igen, és itt ebben a témában tökéletesen mindegy, hogy ez most a traffic lobby, a dohány lobby, a gyógyszer lobby, vagy csak simán idióta bürokraták próbálják előidézni ezt az egészet. Teljesen lényegtelen. Itt van egy szanszunk arra, hogy a sarkunkra álljunk, és odabasszunk a bürokratáknak, meg mindenkinek, hogy elnézést a csúnya szavakért, de hogy megmutassuk, hogy igenis nem lehet velünk megcsinálni mindent, amit akarnak. És nézegetem a külföldi számokat, mert ugye pont a napokban átléptük a 90 ezer aláírást, ami javarészt Nyugat-Európának köszönhető, és ennek a két zászlós hajója, vagy kettő-négy zászlós hajója, Németország, Anglia, Franciaország és Spanyolország, pont az a négy ország, ahol beindították az e-cigi boltokban ezt a helyben dobozos aláírás gyűjtést, ahol igenis megértették a forgalmazók, hogy nekik konkrétan az üzletük múlik rajta, hogy mi lesz ebből az egész történetből, és megértették azt, hogy itt igenis forgalmazónak, vapernek, gyártónak, mindenkinek nagyon szorosan össze kell zárnia, és tolni ezt az egész történetet. És náluk van az, hogy orbitális aláírás számokat tudnak elérni, és ez már az elejétől fogva látható volt, hogy igazándiból ez a szimbiózis, ez a vaper, a boltos, stb., tehát maga az információs hálózat, az a boltokon keresztül van meg. És azok az országok tudnak sok aláírás számot produkálni, ahol a boltosok igenis veszik a fáradtságot, hogy promotálják ezt a történetet, és a betérő vapernek elmondják, hogy figyelj, ha már vásároltál, légy szíves, ez is ez van, egy aláírás tegyél ez ügyben, mert lehet, hogy két múlva már hiába jössz, és nem lesz itt semmi. Krisztián, ez nálunk nem él még, ugye ez a dobozos akció? Nem, ez nálunk nem él még. Ez a történet nem él még, de senki nem akadályozza meg a boltosokat abban, hogy... Dudával mi már beszélgettünk egyébként, hogy egy ilyen, ugye ez egy stanca forma, amit kinyom, és utána össze lehet hajtogatni dobozba, úgyhogy nézni fog a nyomdában egy hasonló méretű formát, és hogyha meg lesz, akkor pillanatok alatt tudunk ilyen dobozt gyártani, akár 100 darabot is. Nyilván ennyire nem lesz szükség, de... És nem is kell, hogy nagy legyen, igaz? Tehát... Nem, egy ilyen kis A5-ös fity, az teljesen elegendő. Egyébként most, hogy tovább gondolom a történetet, arról nem lehet a boltosokat meggyőzni, hogy... legalább addig, amíg meg nem indul a lendület, meg nem jön, addig valami kedvezmény formájában ösztönözzék azokat, akik online rendelnek. Hogy mit tudom is én, ha aláírod és elküldöd a kódodat, amit kaptál az aláírás után, akkor kapsz még, mit tudom is én, 5% vagy 2%, vagy tök mindegy, valami jelképes kedvezményt.
Hát ez az kéne, hogy a boltosok motiváltak legyenek ebben a történetben, és én itthon azt látom, hogy eleddig tisztelet a kivételnek, nem nagyon röppennek rá a lehetőségre. Persze, millió egy dolgot lehetne csinálni. Viszont amit még meg lehet fordítani, az az, hogy hát igazándiból itt vagyunk mi e-cigisek. És hogyha járunk egy boltba, vagy rendszeresen vásárolunk egy boltból, és azt látjuk, hogy nem promotálják az effit, soha nem kérdezik meg, hogy aláírtuk-e már, akkor igenis basztassuk a kedvenc boltosainkat. Mondjuk meg nekik, hogy Lajos, elnézést a Lajosoktól. Te miért nem népszerűsíted az F-it? Észnél vagy? Hát valamit csináljál már. És hogyha elég vaper fogja csesztetni a boltosait, akkor a boltosai rá fognak jönni, hogy pakker, már pedig lehet, hogy tényleg kellene valamit csinálni. Tehát itt ez egyformán nyugszik, vaper, gyártó és forgalmazó vállán most ez az egész teher. Úgyhogy valakinek meg kell lökni azt a dominót. Annak idején a Kuzi játék az olyan 260 szavazatot hozott az F-nek. Nem nagy szám, ez tény és való. Hát a 2000-valahány magyar aláíráshoz képest az egy igenis tisztességes szám. Köszönöm szépen. Mennyi volt annak az összértéke? 100 000 forint körül, mert ugye kipótolta hát utána. Az durván 400 forint per szavazat volt, érted? Tehát, hogyha ha ezzel számolok, akkor most hol tartunk, olyan 2000 magasságában járhat? Valamivel 2100 felé közelítünk, amikor 2100 utoljára felé. 2001. Jó, és kellene még 14 000? 16 500 kell összesen ahhoz, hogy a helyi... Jó, akkor még kell még... Igazából 1 millió kell. De jó, de most itt a mi kvótánkról van szó. Tehát az, hogyha forintosítani akarom ezt ebből kiindulva, ezt megszorzom 400-zal, akkor azt jelenti, hogy 5 millió 600 ezer forintot tudnánk megspórolni magunknak, ha ezt össze tudnánk gerebézni, ezt a szavazatmennyiséget. És még azért ne felejtsük el, hogy nyilván még a tarsolyunkban van egy ilyen, egy-két ilyen utolsó pillanatra tart, a véghajrára tartogatott megoldás, de nem szeretnénk hozzá folyamodni. Legyen ez meg. Lényeg, de azért azt említsük, hogy itt semmi büntetendő nincs ember. Ja, az nem. Tehát nem. Nem fogunk adatbázisokat vásárolni fekete piacról. Szóval lényeg a lényeg, hogy ez igenis rajtunk múlik, és ne legyünk szégyenlősek. A rokonokat, a barátokat, a boltosokat, csesztessünk mindenkit, mert muszáj a sarkunkra állnunk és megmutatni, hogy srácok, ez nem így megy, ezt nem lehet velünk megcsinálni. Csak az életünkről van szó végül is. Igen. Nem erről, de a petícióról jutott eszembe, hogy volt réges-régen egy nikotinos petíció. Úgy tudom, hogy arra jött válasz. Ez teljesen jól tudod. Ez igen. A napokban érkezett válasz az EU Petíciós Bizottságától. Ez ugye a 2012 évvégi lefoglalásokat követően indítottam egy petíciót a nikotinos utántöltők szabad forgalmazhatóságáért, aminek az volt a célja, hogy a magyar hatóságokat jobb belátásra bírja, és ennek hiányában, mivel mi tudjuk, ez nem történt meg, egy hivatalos EU-s petíciót nyújtottam be az EU-s petíciós bizottságához, és hát a bürokrácia gépezete az így most másfél év múlva pottyantotta ki a választ, ami egy hideg zuhannyal is fölért. Elég nagy székszorulásuk lehetett, hogy most jött meg. Elképesztőek, ez hihetetlen. Én nem tudom, hogy ott Brüsszelben már a nyaralásra készülnek, vagy itt a mandátumok végére, vagy hogy mi ez a belekakálás a dolgokba. Egészen konkrétan másfél év alatt az EU-s petíciós bizottsága arra volt képes, hogy megszűjön egy 5 soros véleményt, ami konkrétan arról szól, hogy amennyire ők tudják, és itt innentől kezdve kezdődik a durva fikció, amennyire ők tudják, Magyarországon minden olyan termék, ami 1,5 milligramm nikotinnál többet tartalmaz, az törvényesen funkcionális gyógyszernek minősül, és ezért ők úgy érzik, hogy nekik nem hatáskörük, hogy ez ügyben eljárjanak. És ez a hasraütésszerű szám, ez olyan, amit még itthon sem mondott senki, mert ilyen nincs. Tehát, hogy ezt ott megálmodta valaki, vagy én nem is tudom. Tehát ez egy blőd hülyeség. Abszolút nem veszi figyelembe, hogy született azóta egy bírósági ítélet, ami jogellenesnek és alkotmányellenesnek minősíti azt az eljárást, amit a NAV és a Gemsi csinál. Tehát itt egy teljes hagymázas káosz, ami ott van. És mindez 3 sorban másfél év után. Úgy tudjuk, azt csicseregték a madarak. Hát
bakker, ez komoly. Úgyhogy ez lett a fejleménye a történetnek, nagyon sokan aláírtuk, 3000 valamennyi aláírás volt ennek a végén, ez pont ez is többek között, ezt is ment azon a grilles fesztiválon, erre is ment az aláírásgyűjtés. Igen. És hát egészen elképesztő. Nyilvánvalóan a történet nem marad annyiban, most írtam nekik egy válaszlevelet, amiben méltattam ezt a hatalmas teljesítményt, meg fölvilágosítottam őket az aktuális jogi háttérről, hogy mégis mi van, rávilágítva, hogy amit írnak, az egész egyszerűen egy alaptalan blőtt hülyeség, és nyomatfikosítás kedvéért belevontam a párbeszédbe az EU-s ombudsmant is, hogyha ennek az lesz a vége, már pedig nagyon úgy néz ki, hogy az lesz a vége, hogy munkakörben elkövetett, hogy a fenébe hívják, ezt mindig elfelejtem. Mulasztás, igen, munkakörben elkövetett mulasztási panaszt kell tenni az EU-s ombudsmannál, akkor már legyen meg az alapja. Én azt mondom, hogy ez egy rossz vicc. De nem tudom, olvastátok-e, nem csak nálunk, meg az EU-ban vannak ilyen rossz viccek. Svájcban sem túl rózsás a helyzet, ahogy a UK Vapers oldalán olvastam. Belinkelték, vagy beírták oda a fórumba, és már tehát ott is németből fordították át angolra. Én a németből próbáltam, nem bírom ezt a nyelvet, de fordítani magyarra, és ugye megállapították, illetve ott olyan szabályozás lesz, ugye a fiatalokat jobban kell védeni, ez tiszta sor, kiskorúak számára tilos volt, és ezután is tilos lesz forgalmazni ilyet, viszont itt különösképp kitérnek a reklámra, a szponzorációra, cigaretta és más dohánytermékeknél, és azért érdekes itt a más dohánytermék, mert ugyanazt mondják, mint amit az előző amerikai példában is említettem, hogy ők eldöntötték, hogy a nikotinos elcigaretta az teljesen ekvivalens a dohánnyal, és bár az e-cigaretta forgalomba hozatala, illetve értékesítése megengedett Svájcban, de mert hogy ők azt mondják, hogy ugye sokkal kevésbé káros az egészségre, és alternatíva a hagyományos cigarettázással összemérhetően sokkal egészségesebb, viszont ugyanazok a korlátozások fognak rá vonatkozni, amelyek a dohánytermékekre is. Hát, mint a reklámra gondolok, igen, tehát ezzel próbálnak közeledni az EU-hoz. Most itt a UK Vapers-en rögtön az első komment az volt, hogy ebben a pillanatban állítottam le a svájci bicska rendelésem. És ezzel mindent elmondtam. Ő a kis finom módján azért oda tud szúrni a svájciaknak, romba döntve a nemzetgazdaságot. Szóval azért mocorognak mindenhol ebben a rohadt nikotinos és egyébként is e-cigarettás történetben, és olyan, mint hogyha direkt feszegetnék a határokat, és próbálnak nagyon, nagyon fölélőni, hogy aztán majd abból egy picit tudjanak engedni. De attól félek, hogy ez a picit engedés sem az, amire mi számítunk és amit mi várunk. Hát ha hagyjuk, hogy ezt meglépjék, onnan már nagyon nehéz visszafordítani az egész történetet, ez a baj. Hát még idejében kell elejét venni ezeknek a dolgoknak, amennyire lehet. De az ember azt várna egyébként egy ilyen felvilágosult modern országtól, mint Svájc, hogy nem lesznek ennyire hülyék, de hát úgy látszik, hogy a hülyeség ragadós. Jaj, ne is mondd. Viszont, hogy egy kicsit könnyebb téma is szóba kerüljön, ne csak mindig a korlátozás meg a negatívság. Találtam egy jópofa kis oldalt, illetve egy szemléletes grafikát, ahol elmagyarázzák, bár most nem a Genesis éli a virágkorát, de nagyon jópofán, ilyen nuboknak is elmagyarázva, lerajzolva, hogy mi kell hozzá, rohadt jó kis sematikus ábrák, mekkora szövetet, fémszövetet vágjál le, az milyen mesh legyen, azt hogy tekert föl, hogy oxidáld, mellette le is van írva, de hát a képekkel is simán el lehet boldogulni, hogy kell bekötnöd, hogy feszüljön, hogy ne feszüljön, mikor húzd ki a tűt,
Nagyon jó pofa, ötletes kis írás, és még több ilyenre lenne szükség, mert ránk férne sajnos. Ez még nekem is nagyon hasznos lesz, mert ugyan hónapokig normális Genesis tekertem magamnak, de most már lassan egy hónapja drittelek, mert ki elromlott a kezem. Komolyan. Kijöttél a gyakorlatból. Az utolsó néhány tekerésem annyira katasztrofális volt, hogy átálltam a drippelésre teljesen. Tartunk majd neked ilyen field tréninget Genesis tekerésből akkor, hogy mit és jó. Hogy. Csak el ne felejtsd akkor, hogy kell a vattásot csinálni, mert aztán meg utána az lesz megint, hogy égetni fog a kazánod. De pontosan erre való, mondjuk nyilván itt van a Charlie, de majd befogja a fülét, pontosan erre való a Charlie oldala, az ecigitesztek.hu, fölmész, beletekersz, megnézed, hogy csinálja, megcsinálod, működik, kész. Ennyi. Tehát volt már ilyen? Én már majdnem visszaküldtem a Dudának a tájfungést, egyszerűen nem bírtam megtekerni. Jaj! És akkor Charlie csak ennyit mutatott, hogy nyuszi, fül, fölmentem a ecigitesztekre, megnéztem tényleg a GS videót, hogy köti bele a nyuszifült, azóta működik a GS. Ki nem adnám a kezemből, érted? És már ott tartottam, hogy visszaküldöm. Tehát Inkvi kedvenc mondata jut mindig az eszembe, hogy azért kell drága kazánt venni, érted? Mert azt nem fogod kihajítani a picsába három rossz tekerés után, hanem az addig kilóca még jó nem lesz. Azt hozzá kell tegyem egyébként, hogy most, hogy boltoltam veled én is a GS-t, nem volt jó a tekerésem, és szörcsögött. Szerinted mit csináltam? Fölmentem az oldalra, és megnéztem a videót, hogy tekertem ezelőtt egy évvel. Na de komolyan. Hát ez, és halott, és megtekertem, és működik. Nekem viszont annyira bejött ez a drippelős üzemmód a kuziba, hogy ez fog a végén rávenni arra, hogy megvegyem a rávaló egyéb feltéteket, mert macerás állandóan töltögetni, és már pont napok óta azon gondolkozom, hogy ez most tök jó megvan tekerve, tök jó működik, csak miért kell ezt ennyiszer után tölteni? Ne adjam kölcsön az én feltéteimet, mert én meg azt veszem észre magamon, hogy 99%-ba drippelek. Hát figyelj, ha nincs rá szükséged néhány napig, de ezzel ne utassuk a népeket, akkor nagyon szívesen veszem, és akkor kipróbálom, hogy azt adja, amit elképzelek. Megköszönném. Jó, akkor ezt majd megbeszéljük. Jöhetnek a kellemetlen témák is egyébként, mert hogy tegnap, nem tudom jó szó-e az, hogy vagy tegnap volt, vagy tegnap előtt, robbant a bomba itthon, és majd a véleményetekre is kíváncsi lennék. Jó magam, sokféle vonalon érintett vagyok a témában, mert megjelent a kínai oldalon a Origennek a klónja. És ugye azért fájhat ez sok embernek, mert hogy az Origen az egyik jól sikerült hazai termék a mi országunk szülöttétől, Norbitól, és ment is a fórumon egy gyorsan kialakult vita ezzel kapcsolatban, és hát nekem az egy picit rosszul is esett, meg fura is volt egyébként, amik ott elhangzottak, mert az volt az utolsó két mondat, hogy aki ezt megveszi, az az én szememben áruló, ugyanolyan kis piti tolvaj, mint a ferdeszemű köcsögök. És ezt nem a Fekete Pálkó írta? Nem. Nem, mert akkor kocsogok lett volna a vége valószínűleg. Kemény szavak ezek. Igen. Az a baj, hogy ez ilyen full tudathasadásos állapot az egész vaper társadalomban. Már aki nem csak használja az eszközt, hanem a hobbiává is vált. Ugye tegyünk már különbséget a sima vépelők, akik semmi más nem akarnak, mint kiváltani a dohányzásukat, és azok között, akik ilyen vérgőzölők, tehát nap mint nap tekergetnek, újítgatnak, kutatgatnak, nézelődnek, beszélgetnek, gyakorlatilag az életformájukká vált, illetve az életük részévé vált ez az egész elektromos. Úgy mondjad, hogy aki mondjuk nem modellvas utazik, vagy nem repülőgépet épít, így van, hanem ez a hobbija. Hanem
hanem gőzöl ez a hobbija. Gyakorlatilag azt a mennyiséget, pénzmennyiséget, amit cigarettára fordítana egyébként, azt erre áldozza. És teljesen tudathasadásos a történet, mert egyrészt ugye mindenki úgy ismerkedett meg a jó és magas minőségű eszközök nyújtotta gőzökkel, hogyha nem volt annyi pénze, vagy nem akart annyit áldozni rá, akkor megvette a kínai utánzatot, és még csak nem is magyar kereskedőtől, hanem ugye a Fastec-től kivárt azt az egy hónapot, és megvette. Ez egyrészt szerintem a magyar kereskedőket rettentően irritálja, másrészt viszont hihetetlen módon elterjesztette ezeket a kazánokat. És most ugye az a kérdés, hogy ha orosz vagy német klónt veszek, akkor még nem vagyok szarember, de hogyha magyar klónt veszek a Fastekről, akkor már az vagyok. Illetve azt mindenki tudja, hogy igen-igen nehéz hozzájutni egy ilyen kazánhoz. Jó magam, nem is tudom, harmadkézből jutottam hozzá egy Origenhez, azt adtam oda neked tesztelni, na igen, Charlie. De ez az, hogy például én is olyan vagyok, hogy ez kb. Olyan, mint az autó, hogy szeretek először én belepukizni, és hogyha meg tudom venni újonnan, akkor újonnan akarom, és itt az akaromon a hangsúly, megvenni. Amit meg tudok venni, azt megveszem. És én kristálytisztán emlékszem, hogy még írtam is levelet a gyártónak, és választ sem kaptam. Én föltettem egy kérdést egyébként pont ezzel kapcsolatban a Facebook oldalon, és a véleményét kértem az embereknek, jött hozzá 10 pár komment, és abból összesen gyorsan végigpörgetem, összesen egy darab volt, kettő darab, nem. Egy darab volt, aki azt mondta, hogy amit a kínaiak csinálnak, az lopás, meg hogy a más szellemi termékét másolják, az összes többi pedig hasonszörűen gondolkodott, mint én, és azt mondta, hogy gyalázatos dolog, de visszakérdezne, hogy ezt a kazánt miért nem lehetett itthon magyar vépereknek a magyar gyártótól például megvenni. A másik azt mondta, hogy ha nem tudja megvenni, akkor megveszi kintről. Én azt mondom, hogy én biztos nem fogom azért. Én amerikai shoppokban láttam egyébként, németet is írtak, de németben nem láttam. Én azért nem rendelek Amerikából valamit, ami Magyarországból már egyszer oda elment, hogy én még itt még egyszer kifizessem az áfát, az amerikai áfát, meg még a hasznát az eladónak, illetve még a vámot is. Szóval ez meg nekem a magyar picit... áfát rá, mert az is rájön. Hát egy adott értékhatár fölött, igen, lehet, hogy ez pont olyan értékben volt, az arra már nem emlékszem. És akkor ugye képbe kerül, hogy ez tulajdonképp annak a mennyi tizede, amit most a kínaiak le tudnak gyártani árban, mondom ezt a tizedét, nem a egyéb paraméterekre. És ilyenkor az ember elgondolkozik, hogy most morálisan legyen magyar, vagy most mi a túró van, de hát a Kaifun klónnál, meg a Magu, meg Itaka, meg a GG, meg akármilyen klónoknál nem láttam én ezt a fajta ellenállást. Őrületes nagy ellenállást, igen. Egyébként azt gondolom, hogy azok a gyártók, akik magyarok, hát ugye nem egy, nem kettő van azért a piacon, és itthon akarnak eladni, mindenki el tudja adni a termékét, mindenki köré kialakult egy kör, aki kedveli és használja a termékeit, egyik sem rosszabb, mint a másik. Egyszerűen csak egy picit értetlenül állunk a dolog előtt. Azt meg kikérem én a magyar vaperek nevében, hogy valaki mondjuk úgy minősítse a magyar vapereket, hogy ők nem érdemlik meg, vagy fikázás lesz a vége. Azért, mert egy hülye
vagy egy véleményvezér ír valami baromságot, az nem azt jelenti, hogy az egész vaper társadalom ilyen. Pont. Ennyit akartam ehhez csak hozzáfűzni. Hát többet szerintem nem is érdemel a történet, hogyha valaki el akarja adni, akkor adja el, nagyon szívesen megveszem az eredetit újonnan, ha meg nem árulja, akkor most erre mit mondjak. De csak ha nem pukizott bele. Hát igen, ha nem pukizott igen. bele. Ha nem ült bele a kazánba. Igen. Egyébként meg ugye az a probléma a kínaiakkal, hogyha egy darab eredetihez hozzájut, onnantól kezdve senki nem menti meg attól azt, hogy ugyanazt le tudja gyártani. Egyébként... Charlie, te mesélted. Mesélj csak el, hogy milyen volt, amikor bementél demo darabot gyártatni, és a rajz nem volt nálad. Na hát az úgy nézett ki, hogy én mikor demo darabot akartam bármi másból gyártatni, akkor mondtam, hogy rajz nincs nálam, és mondták a fiúk, hogy a rajz az nekik tulajdonképp csak a szenvedés, nincsen nálam éles darab. Hát mondom, hogy ne lenne éles darab, itt van. Na, adjak 10 percet. És berakták a szkennerbe, a szkenner negyed órán keresztül forgatta, levilágították, letapogatták lézerfénnyel, és erre a 15 percre még ráraktak még 10 percet, hogy az apróbb problémákat korrigálták, amiket ott a levilágítás közben ejtett a történet. Tehát úszkve egy ilyen 20-25 perc alatt megvolt a kész rajz, és az a kész rajz, az onnantól kezdve a CNC gépbe még a programot megírni rá ugyanezzel a programnak a következő fázisával, az még körülbelül, és mindent beleszámolva, még durván egy óra, akkor még egy vaper szünettel, tehát gyakorlatilag másfél óra alatt már a gépben forog a nyers darab, és készítik az újat. És onnantól kezdve már tényleg csak a technológia és a gyártókapacitás dönti el, hogy azt írja az Alibabán, hogy ezret csinál hetente, vagy 10 000-et. Hát ilyen időket élünk. Egyébként most ez egy nagyon köcsök dolognak hangozhat, de valahol azért gondoljunk abba is bele, hogy ez egy kurva nagy piac. És a kínaiak ezen a rohadt nagy piacon kiszúrják mindig azt, ami érdemes arra, hogy ők azt értékesítsék nagy tételben. Szart ők sem árulnak feltétlenül. És hogyha érdemesnek találták arra ezt, hogy lekoppintsák, na, értitek, tehát persze-persze elítélendő dolog, de azért, na nem semmi, hogy fölnőtt ilyen srácokkal játszik egy ligában, mondjuk valaki, hogy Kaifun, Typhoon, Imeo, és ezeknek permutációi. Azért az nem mindegy. És ettől függetlenül igen, én is mérges vagyok, hogy a tizedáron árulják, de hát az anyagminőség sem biztos olyan, viszont ez elérhető mindenki számára. Ettől függetlenül ti is tisztában vagytok vele, hogy mit tudom is, én például én mennyit költök mindenféle hülyeségre a témában, úgyhogy nem hiszem, hogy ez nem fér be a történetbe. Én meg igazából azt gondolom erről az egészről, hogy akinek megvan rá a lehetősége, és eredetit akar, az úgyis eredetit fog venni, tehát a legitim vásárlókat nem fogja ez eltántorítani, mert nem azok a fajták, aki meg nem engedheti meg magának, az úgyse vennének. A beszélgetés további részét a weboldalon, vagy a podcastre feliratkozva tudod meghallgatni. A műsorban elhangzott linkek megtalálhatóak az adás oldalán, melynek címét a leírásban találod.